Augusztus 1-től az önkormányzatok is támogathatják az óvoda és iskola kezdést. Térségünkben Petőfi bánya is jelképesen segítséget nyújt a családoknak a nevelési és tanítási év kezdéséhez. Van bölcsöde, óvoda beiratkozásnál támogatás, általános iskolásoknak támogatás, azok a középiskolások, illetve felsőoktatásban résztvevők, akik a 25. életévüket még nem töltötték be, és Petőfi bányai lakcímmel rendelkeznek, szintén kapnak támogatást. Kik a jogosultak? Petőfi bányai állandó lakcímmel rendelkező lakosok, vagy itt élők, azok, akik ezt igénybe vehetik, amennyiben az egyfőre jutó jövedelmük nem haladja meg a 114.250 forintot. És hogy jött ki ez az összeg? Ez a mindenkori minimál nyugdíj 500%-a. Továbbá a 60-ban tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek is igényelhetik a támogatást. Azon gyermekeket nevelő családok, akik nem részesülnek ilyen kedvezményben, méltányossági alapon egyedi elbírálással is beadhatják igényüket. Mindösszesen körülbelül 500 főt érint az óvoda vagy iskola kezdési támogatás Petőfi bányán. Szeretünk mindenkihez eljutni, és jó, hogyha kapcsolatban maradunk azokkal, akik majd a jövőt fogják jelenteni Petőfi bányán, és egy kicsit mi is hozzá tudunk járulni. Ez egy jó befektetés a jövőbe fektetünk be, ha valakinek a tanulmányait támogatjuk. Ugyan a szülők pénztárcáján segítünk egy kicsit. Az ingyenes tankönyvek mellé azért még nagyon sok minden kell, a radíra, toltartóba, ceruza, ilyenkor kell venni új cipőt, új nadrágot, tornafelszerelést, és hát egy kicsit a költségekbe besegítünk mi. A támogatáshoz igyekeznek forrást kiszorítani a központi költségvetésből szociális célra idén kapott nagyjából 18,9 millió forintból. Ebből az összegből adnak továbbá települési és tűzifa támogatást, vagy rendkívüli élethelyzetnél anyagi segítséget, illetve az időseket is ebből tudják segíteni.